Köszöntöm nézőinket, mai vendégünk Fazekasné Visnyei Irma, igazságügyi, grafológia, logopédia és írás szakértő, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök műsorunkban. Találkozásunk pedig azért jött többek között létre, hiszen tavalyi esztendőben nem olyan régen, 25 éve vagy a pályán, és hát azért ez egy nagyon komoly teljesítmény ezen a pályán lenni. Ugye ez a tudományág eléggé speciális, ez a grafológia meg az írás szakértés. Sokan keverik, azt hiszik, hogy tehát összefüggés valahol biztos, hogy van a kettőben. De tegyük egy picit helyre mindjárt az elején. Mi a különbség a grafológia meg az írás szakértés között? Hát a különbséggel kezdünk, akkor tulajdonképpen az, hogy mást vizsgál és más eredményekre jut a grafológia és külön az írás szakértés. Ami közös bennük, hogy írást vizsgál mind a kettő, a grafológia kicsit bővebb ennél, mert ezen kívül firkát, rajzot, bármit, amit nyomként lehet hagyni. Az írás szakértés pedig egy-két vagy három személy írását, vagy többét is akár hasonlítja össze, ott az azonosságokat és a különbségeket vizsgálja, és ebből a kit keresi. Tehát ki az, aki írta, vagy írhatta. A grafológia pedig egy embernek a személyiségét járja körbe. Kriminalisztikai írás szakértést is tanultál, 12 éven át foglalkoztál ezzel. Ez azért olyan félelmetesen hangzik. Sejthető, hogy hol alkalmazzák, igen, de beszéljünk erre kicsit. Nem félelmetes, de kifejezetten azért hirdették meg ezt a továbbképzési szakot a rendőrtiszti főiskolán, hogy a bűnüldözésben is tudjon segíteni, nem csak az írás szakértő, mert ugyanakkor okmányszakértők, újnyomatszakértők is tanultak velünk együtt. Igazándiból, hogyha az ember utána olvas a szakmában, akkor igen aggódtak a 90-es években a bűnügyi szerveknél, hogy nem lesz sem írás szakértő, sem más szakértő, mert ugye nem volt képzés. Tehát Magyarországon ilyen képzés nem volt, akik végeztek, azok valamikor a 60-as, 70-es években Szovjetunióban végeztek. Volt egy akkreditációs, mikor fogadták el magát a grafológiát tudományágnak? Ugye akkor ez a másik vonal. Én azt gondolom, hogy a mai napig a grafológia nem tudott bekerülni a tudományok rendszerébe. Annak ellenére, hogy a 80-as évek közepén nagyon nagy fejlődésnek indult, igazándiból a 90-es évektől már tankönyveket írtunk, raktuk össze a képzéshez szükséges anyagokat, meg is indult az OKE képzés, először úgy tervezte a szakma, hogy felsőfokú, szakirányú felsőfokú képzés lesz, az OKE-ban csak középfokúként került be, és sajnos nem lett folytatása. Közben megszűnt az OKE. Előtte viszont, ha jól emlékszem, 400 szakmát töröltek az OKE képzésekből, ezek között volt a grafológia is, tehát ebben a pillanatban nincs hivatalosan grafológia képzés, magánintézményekbe lehet tanulni. De mind a kettőt tanultad, az írás szakértés és a grafológiát, és hogyan történtek ezek az átmenetek, ez az egész nálad? Ez a legizgalmasabb a dologban. Ez a legizgalmasabb a dologban, mert nem tudja az ember leválasztani, mikor kap írás szakértésre, tehát hogy összehasonlítson két-három írást, és megmondja azt, hogy igen, ő írta, vagy ő nem írhatta, hogy elkerülhetetlen, hogy mögé néz grafológusként, és a magát az embert is próbálja megkeresni az írásokban, akár még az aláírásban is, mert egy aláírásból is nagyon sok minden kiolvasható. De számomra nem. Én alapvetően magyar szakos tanárként végeztem, utána gyógypedagógusként dolgoztam évtizedekig, a logopédia az az egyik szakom volt, a logopédia az a beszéd, az írás a diszlexiával kapcsolatban, ugye az írás zavarok területe is volt, és ugyanez a grafológiában is van. És bizony az, hogyha egy írás szakértői munkában írászavart vesz észre az ember, vagy föltárja, hogy valami ott lehet, akkor elkerülhetetlen, hogy ezt a hármat így összekapcsolja. Én azt szoktam mondani azoknak, akik velem együtt dolgoznak, hogy igazán tiból szerencséjük van, mert nem három szakembert kell foglalkoztatni, hanem így egyből megvan az, amire kíváncsiak. Milyen problémával kereshetnek fel emberek téged, például párkapcsolati problémákkal, vagy akár bűnesetekkel kapcsolatban? Hát a grafológiában még ma is dolgozom, még bűnügyi területen is.
tehát még megkeresnek, mert hogy a grafológus szakértőkön, az igazságügyi szakértői listán ott a nevünk ketten maradtunk, és megtalálnak, és foglalkoztatnak. Hogyha érdekességet erre vagy kíváncsi, akkor nekem az egyik legérdekesebb ilyen feladatom az volt, hogy egy családban a nevelt lány bevádolta az édesapját, hogy zaklatja. Nem is az édesapját, bocsánat, a nevelőapját. Tehát a nevelőapját, hármasban éltek, nevelőapja nagyon sokszor volt otthon a kislányjal, aki nem az édesgyermeke volt, és először a tanárnőjét bombázta levelekkel, utána pedig a rendőrségen is följelentette a nevelőapját, és akkor kerestek meg, hogy hát létezik-e, mert a családról se tudták elképzelni, az úrról sem tudták elképzelni, hogy ilyen probléma lehet. És hát egy elég hosszadalmas, ugye még itt ez tulajdonképpen hónapokon keresztül ment ez a történet, ezt a nagyon sok írást kellett összehasonlítani, és én igazság szerint akkor a hazugság jeleket kerestem. Hogy minél beljebb ment az időben, tehát minél több levelet írt, annál több hazugság jelent meg az írásban, és hát sajnos az apukát, ahogyan, vagy a nevelőapát, ahogyan szokás mindjárt elvitték, és hónapokat töltött előzetesben, amíg kiderült ez a nagyon csúnya történet, és nem igazán járt jól a kislány, mely darabig nevelőintézetben helyezték el. Tehát ilyen érdekességek vannak, hogyha a bűnügyi területen nézzük. Így az életben nagyon sokszor keresnek meg gyerekírásokkal. Ugye nem minden grafológus tanár, magyar tanár ismeri jobban a gyerekírást. Mi pedagógusok ugye naponta találkoztunk vele, és manapság az. Tehát az érdekli a szülőket, hogy miért ilyen a gyerek, hogy mit lehet vele kezdeni, hova menjen, mit csináljon. Tehát volt ugye a 60-as években kevés volt a szakma, volt az a 18, amiben el lehetett helyezkedni, most meg rettentő sok, amit nem ismernek. Mondjuk ehhez nekünk is egy kicsit jobban kell ismerni magát a szakma területeket, de egy-egy irányt meg lehet adni a szülőknek, és ott már elgondolkodhat rajta, hogy hova, merre felé. A problémás gyerekekkel is megkeresnek. Volt több grafoterápiás feladatom, vagy munkám, vagy kérés a szülők részéről, amikor ugye visszafele működött a történet, nem kiolvastam belőle, hogy milyen, hanem beépítettem azokat az írási jegyeket, írás elemeket, amik azt jelentették, amit szerettünk volna elérni a gyereknél. Tehát tulajdonképpen egy nem pszichó, hanem grafoterápiával próbáltuk megsegíteni. Mert azért a rossz gyerekek leginkább azért szenvednek saját maguk is, van magukkal is bajuk, nem is akarnak rosszak lenni, csak nem tudják, hogy oldják meg a problémát. Hát ez is egy érdekesség grafológiai szempontból. A közös munkák azok nagyon érdekesek. Volt már orvosszakértőkkel együttes szakvéleménynek nevezik. Az meg egy dadogó bűnelkövetőről szólt, aki, tehát azt kellett megvizsgálni az orvostakértőknek a maguk területéről, nekem meg a logopédia területéről, hogy kimondhatta azt az egy mondatot, amiről egyébként felvétel van, csak az arca nem látszik, dadogóként. És akkor hát nyilván, hogy az ember megvizsgálta hosszasan többféle oldalról, aztán megszületett az eredmény. Vagy éppen ebben a pillanatban dolgozom fogorvos szakértő kollégával, ahol egy gyönyörű szép fogsort csináltak a hölgynek, aki egyébként előad és tanít. Egy baja van, hogy nem tud vele beszélni már több mint egy éve, és ugye most nekünk az a feladatunk, hogy hát
határozzuk meg, hogy mitől nem tud ebből beszélni, mert úgy egyébként nagyon jól néz ki, és ezen bütykölünk most. Ő a saját területén, ugye a fogorvoslás már nagyon-nagyon modern, én meg a saját területemen, ahol most odáig eljutottam, hogy úgy megváltozott a szájnak a belső területe, hogy tulajdonképpen újra kéne tanulni neki beszélni, mert egészen más helyen képzi azokat a hangokat, amik most nem jönnek ki, és pöszén, és inkább nem ejti, tehát hanghiányokkal beszél, ami nagyon zavaró ugye a mindennapi életben. Aztán, hogy majd ennek mi lesz a vége, ez majd egy pár hónap múlva kiderül, de hogy új fogsor kell neki, az biztos, tehát azt már megegyeztünk a kollégával. Ezt a nagyon izgalmas szakmát, hivatást, ezt hogyan lehet elsajátítani? Hát aki mondjuk még soha nem találkozott ezzel, ugye nagyon hosszú folyamat lehet, és végtelen türelem kell hozzá itt. Mi mindent kell nézni egy írás esetében? Mondjuk kapsz egy kézzel írott levelet, egy mintát, hogy kezdesz el vele foglalkozni? Hát mindent szoktam mondani, mindent. A tankönyvekből azt lehet olvasni, hogy legalább 180 írásjegyet kell ahhoz megvizsgálni, és azokat egymásnak megfeleltetni, mert ugye úgy működik, mint a pókháló. Tehát, hogy valamit megtalálsz, aztán találsz hozzá még, amik húzzák, aztán találsz hozzá olyanokat, amik visszatolják az egészet. Tehát akkora rendszer a legkisebbtől a legnagyobbig, amikkel dolgozni kell, tehát ilyen kis kompjúter az embernek a feje. És megpróbálja összeegyeztetni, hogy lehetséges-e, hogyha mondjuk az agresszivitásnak a jelét megtalálom, egyszer, kétszer, háromszor, ugye egyszer nem elég, ötször, tízszer, és mellette meg valamiféle kedvesség is van az írásban. Tehát ezt mindig mélegre kell tenni, hogy mi a több, és hogyan működik az ember ezektől a tulajdonságaitól. Itt figyelembe kell venni, gondolom, nem csak a betűformákat, a sor, a szavak közötti távolságot, a sortávolságot, urkolásokat. Egy példát mondják, például egy T betű esetében számít-e azt, hogy hol húzza valaki át a T betűt? És mit jelenthet ez például? Minden számít. Csak nem lehet így kikapni tulajdonképpen az egészből. Egységében kell nézni, mert lehet, hogy egy T betű mondjuk fölül van húzva, tehát egy T betű van a szára, és fölötte van áthúzva. Ez mindig az önértékelését jelenti a személynek, aki ezt a T betűt létrehozta, a T betű szempontjából a vezetéshez való kapcsolatát. Tehát, hogy alkalmasnak találja magát vezetőnek, de attól még nem biztos, hogy az. Tehát az, hogy ő mit érez, és ettől hogy jelzi, hogy azt gondolja, hogy jó lenne, attól még lehet körülbelül 100 olyan jele, ami azt mondja, hogy lehet, hogy te szeretnéd, csak sajnos ez nem fog menni, vagy nem vagy alkalmas rá, vagy lehet, hogy megpróbálhatod, de akkor ez nem a te utad. Szóval akkor valaki nagyon alul húzza alá, az ilyen önértékelése alulban? Akkor ő nem szeret vezetni, ő szeret, így megmondják, hogy mi legyen, hova kell tenni, mikor érkezzen be. Tehát egy végrehajtó típusú ember, aki nem vitatkozik, lehet, hogy neki teljesen megfelelő ez a történet. Az is attól függ, hogyha elégedetlenségjelek vannak, plusz emellett, akkor nyilván, hogy valamiféle motivációja lesz, hogy ezen változtasson. Tehát ahány írás, annyiféle nyilván volt, de vegyünk például most az Y-nak a hurkát, vagy a G betűnek az alsó hurkát, ez, hogy milyen hosszúra nyúlik, vékony, egyáltalán képez-e valaki hurkot egy gyors, folyamatos írás kapcsán, jelent-e valami meghatározott? Hát például sok mindent jelent, a magyar írásban különösen, mert ugye vannak az úgynevezett páros betűk, tehát azok, amik egy hang, de kettő betűvel. Például a G, maradjunk a G-nél. Ugye a G az egy G és egy Y. Van neki közép zónában lévő része az ovál és az Y-nak a fél ovája, és van mind a kettőnek szabály szerint, ahogyan tanulták, hurok része.
A felső részben, pontosabban a középzónában, ami a betűnek a felső része, az a mindennapoknak a zónája, ott azt mutatja meg, hogy ő a mindennapokban hogy mutatja meg magát. Az alsó, az egy kicsit rejtett dolog, mert az a tudattalant jelenti. Itt is megjelenhetnek a vágyak, meg megjelenhetnek a megvalósulások is, de az, hogy milyen hosszú egy Y-nak vagy G-nek a hurok része, az milyen telt, milyen erőteljesen van a maga a vonal megképezve, hogy az hol metszi a két vonal része egymást, ugye a hurok, ahogyan föl, hogy összekapcsolódik-e a két betű egymással, tehát egybeírja-e, vagy különírja, vagy csak egy kis kampó marad, vagy csak egy apró kis vonal, mint jelzés. Természetesen ezek is általában azt szokták mondani, hogy a szexuális életről, de nem kifejezetten, hanem inkább a tudattalan és elrejtett dolgokról mesélnek ezek a részek, és igazándiból megint csak azt mondom, hogy vannak a vágyak, aztán meg kell nézni, hogy hogy valósul meg. Mert hogyha egy ilyen hatalmas, nagy pöfeteg oválja van a gének, és egy nagyon vékony, rövid szára, akár hurok nélkül, ott már ott van az ellentét. Ugye? Tehát minden ilyen vizsgálatnál a harmónia az, ami keresendő. Hogy igen, akkor ez jól érzem magad, akkor ez ki fog egyensúlyozódni. Ha nem érzem jól magam, akkor valahol kiabálok. Ugye valahol jelzek, mind a viselkedésben, ugyanígy. Említetted, illetve annyit én is érdeklődtem a tudományág iránt, hogy minél több írásból lehet mondjuk megállapítani valakiről azt, amit éppen szeretne az ember. Minél jobban teleírja valaki a lapot, az is számít, ha fönt helyezi el, az is, mennyire használja ki a teret, az is. De lényeg az, hogy minél többször, több hangulatban, több élethelyzetben írjon, és akkor abból a 3-4-5-ből nagyon reális képet lehet alkotni. De én úgy tudom, hogy aláírásból is lehet, az pedig általában két szó. Ezt elemeztétek, híres emberek aláírását például elemeztétek annak idején? Hogyne, hát a tanulmányokban benne van tulajdonképpen aláírás vizsgálata. Az a helyzet, hogy két típusú aláírás van. Mi úgy mondjuk, hogy van a plakát aláírás, amit ugye kiplakátolom, hogy én ki vagyok, ez akár a megjelenésből is adódhat. Akinek nem mindegy, hogy hogyan viszi le a szemetet például. Ugye, annak nyilván, hogy valami, az aláírásnak valami olyan megkomponáltnak, olyan minőséginek kell lenni, aztán van, aki meg elmegy torna nadrágba bárhova, ott valószínű, hogy akkor másban sem figyel annyira oda, tehát ezek így a viselkedésen mindenféleképpen összefüggnek. Itt a három zónával tudunk dolgozni, ugye a felső, középső, alsó zóna. Ugye meg van lőve Kis László, akinek nincsen alsó zónája, pontosabban meg van lőve a grafológus, mert a tudattalanjához már nem tud hozzáfölni az aláírásából. Hogyha mind a három zóna van, akkor valamilyen szinten természetesen igen. És az írásszakértésben például nagyon gyakori, hogy azt gondolják az emberek, hogy minél cirkalmasabban ír alá, minél jobban kitalálja azt, hogy milyen legyen, annál nehezebb lesz hamisítani. De nem. Mert a ilyen krikrakszos egy V meg egy L egymás mellett azokat nagyon, nagyon egyszerű hamisítani, mert hát ki nem tud kettő ilyet csinálni. Ott viszont mélyebbre kell menni, ugye csak eredeti aláírás lehet vizsgálni, és ott a vonalat kell megnézni és megvizsgálni, hogy hogyan hasonlít vagy nem hasonlít egymásra. Tehát az aláírás abban is benne van az ember, tehát abban is benne van minden, csak nem biztos, hogy ki tudjuk bontani belőle. Hoztál néhány kiadványt, füzetet, újságot, és kötetet, itt ez egy, az úgymond a hőskorban. Igen, ez az hőskorban, ez egy 1991-es grafológia újság. Már a legelejétől egyébként megjelentek a grafológia újságok, és mellette egyéb kiadványok is, most én abból nem hoztam. Egyetlen egy oka volt, hogy nem volt mihez nyúlni.
Tehát úgy kezdtünk el a grafológiával foglalkozni, hogy mindenki kihozta a meglévő könyvtárakban a régi háború előtti grafológia könyveket. Volt az egyetlen Csötörtök Csaba féle könyv, ami már a háború után íródott, nem volt eléggé módszeres, és hát a régi meg a külföldi irodalmakból próbálkozott az ember, csak ezt nem lehet lefordítani Magyarországra. És ezért ugye mindenki elkezdett kutatni, mindenki egy kis kutató lett, aki grafológiával foglalkozott, aztán összejöttünk, összedugtuk a fejünket, és megpróbáltuk kiokoskodni, hogy mi lehet, és akkor így született 93-ban tulajdonképpen ez a grafológia tankönyv, amit kifejezetten a grafológus hallgatóknak írtunk, ami már rendszerben van. Az előbb mondtad ugye, hogy akkor a elhelyezkedés, meg a sor, meg a... Tehát ez a nagyból megy a kicsi felé. Tehát elkezdem, hogy ránézek a lapra, ott mit látok így jó messze tartva, vagy a polcra rátéve, benyomás, számít, így igen. Van, és akkor mindig beljebb megyek, ugye volt a írástömb, kimaradnak részek ezek a margók, aztán a sorok, a szavak egymás közötti távolsága, majd a betűk egymás közötti távolsága, és akkor egészen elmegyünk az ékezetig. És akkor ez egy ilyen nagy rendszer. És akkor amikor az ember dolgozik, akkor ezt találtam, ez megerősíti. Azt nem erősítette meg. Kérdés, miért van ez itt? Mi az oka? És akkor így ugye, mint egy ilyen puzzle össze van rakva tulajdonképpen az elemzés során maga az ember, hogy, és így is lesznek biztos olyanok, amik kimaradnak. Van egy másik, hogy a munkahelyi grafológia. Főnökök kérnek esetleg ilyet egy munkatárs megválasztásán, a vezető sokkal, kiválasztásán? Korábban sokkal többet. Igen. Nagyon sok olyan cég volt, aki csak grafológiai elemzéssel vett föl új dolgozót. Most is van egy pár cég, akiknél ez egy nagyon fontos dolog. Az érdekesség az, hogy az emberek is megtudták, hogy milyen idézőjelben veszélyes dolog a grafológiai elemzés, és nagyon sokszor, mivel hozzájárulás kell, nem járulnak hozzá. Uh-huh. Tehát hiába adott be kézzel írott önéletrajzot, az elemzéséhez nem járul hozzá, és ugye a személyiségi jogok miatt nem is lehet ezt megtenni. Most menjünk, ugorjunk egy icipicikét, mert ez a füzet éppen itt nyílt ki. A gyermekrajzokat, a megfelelő rajzszakos tanárok tudják elemezni, és ez való igaz. Mi a véleményed arra, hogy tényleg le lehet vonni komoly következtetéseket arról, hogy kis irkafirkák vannak, vagy komolyan kifejlett, szép ábrák korosztálynak megfelelő, vagy nem? Igen, és akkor csak egy példát mondok. Igen? Volt óvodás, gyerekelhelyezési ügy. Óvodás nem tud még írni. Vita volt a nagyszülők, a szülők között, hogy lehet legjobban meg, gyermekpszichológus is vizsgálta, és akkor valakinek eszébe jutott, hogy lehet, hogy meg kéne nézetni a rajzait. A megnézés után viszont lehet rajzoltatni is. És van egy ilyen, amit szoktunk velük csináltatni, hogy ha mindenki, a minden személy körülötted tárgy lenne, vagy valami lenne, akkor minek rajzolnád le? És le kell rajzolni. Tehát én mondom neki, hogy akkor a tesód, akkor rajzol egy rókát. És amikor azt mondom, hogy anya, és rajzol egy hűtőszekrényt, akkor azt gondolom, hogy tovább nem is kell állítani, hogy igen. Igen, tehát olyan módon, meg a rókát, ugye a mesékből ők már tudják, hogy milyen jelleműek az állatok, mert ezek a mesék olyanok, abban a pillanatban megvan, vagy nagy medve, aki megvéd mindenkit. Lehet, hogy nem tudja úgy lerajzolni, de akkor megmondja, hogy ez ilyen, ez az, és el kell hinni neki. Grafológus utánpótlás terén mi a helyzet? Jelentkeznek, sokan érdeklődnek ez iránt, vagy azért szelektív? Hát megmondom őszintén, hogy ezt én most nem tudom, mert én befejeztem a grafológus képzést 2007-ben, akkor, amikor az írásszakértésre jelentkeztem. Meg volt az oka, hogy miért, azokat a csoportjaimat befejeztem, velük tartom a kapcsolatot. Sokan dolgoznak, de állásban nincsen senki. Tehát aki azt gondolja, hogy ha a grafológiát megtanulja, és utána nagyon jól fog élni belőle, és sokat fog keresni, az ne erre a pályára menjen. Viszont ha azt szeretné, hogy jobban ismeri az embereket, mint egy átlagember, akkor akár
azt is megteheti. Mert szoktam mondani, hogy elkerülhetetlen, hogy ránézzek a borítékra, hogyha valaki előttem egy kézzel címzett borítékot ad föl, mert hogy nem bennek az érdeklődése azért ott van. Tehát most, mondom, magáncégek még képeznek grafológust, írásszakértékt képzi a rendőrtiszti főiskola, az most egy háromfél éves képzés, logopédia, gyógypedagógiai tanárképző főiskolán van, az már egy fix dolog, úgyhogy ahogy változik a világ, mindig megváltozik. Tehát volt egy nagyon szép fölfutása a grafológiának, egészen talán a 2000-es évek elejéig, tehát 85-től a 2000-es évek elejéig. Aztán, mint minden csoda, így a három nap elmúlt, és jött a sok minden más, mert annyi minden van, amire oda kell figyelni az embereknek, vagy elvonja a figyelmüket. Meg ugye az is egy nagy kérdés, hogy mikor írunk, mi kézzel? Hát igen, manapság nagyon ritkán. Ugye? De egy karácsonyi időzőlapot se nagyon, igen, mert azt is ilyen messengeren küldjük. A múlt héten valaki kért tőlem egy könyvet, és mondta, hogy szeretne, hogyha írnék bele. És akkor mondom, úristen, mikor írtam én utoljára így kézzel azt, hogy szeretettel XY-nak, és azt gondolom, hogy ez is csak valamilyen módon visszafogja az érdeklődést. Pedig a kéz mindig kéznél van. Mindenféle kütyű nélkül is föl lehet egy darab papírra bármit jegyzetelni. Igen, még egy nevet szerintem említsünk már, dr. Agárdi Tamás nevét, ő nagyon meghatározó volt ezen a, igen, szakterületen. Mi az, amit köszönhet a grafológia, az írás szakértés neki? Hát a Tamás indította tulajdonképpen az egészet. Az első könyvet a 80-as évek közepén ő írta meg tulajdonképpen. Ő rakta össze a Grafológiai Intézetnek nevezett céget, aminek ma is egyébként a vezetője. Onnan indultak a képzések, onnan szakadtak le a kisebb iskolák. Ugye egy idő után már nem akartak az emberek Budapestre utazni azért, hogy tanuljanak, úgyhogy kénytelenek voltak először kihelyezett tagozatokon dolgozni, aztán még kevesebb lett a hallgatókor, már a nagy intézménynek se érte meg tulajdonképpen, de Tamás benne van a szakmában, igazságügyi szakértők kamara elnöke volt egészen két évvel ezelőttig, hát ő is már ugye nyugdíj korosztályú, akkor hagyta ezt tulajdonképpen abba, de az intézetét ugyanúgy vezeti még, és találkozom Agárdi Tamás aláírású szakvéleményekkel, úgyhogy van. Én köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy elfogadtad a meghívást, nagyon-nagyon sok érdekes dolgot tudtunk meg, és lehet, hogy egyszer még folytatjuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőnk, önök Fazekasné Visnyei Irma, igazságügyi grafológia, logopédia írásszakértőt látták az elmúlt fél órában. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!